Sziasztok! Üdvözöllek benneteket ebben a videóban, amelyben a Marvel Champions kiegészítőiről lesz szó. Ahogyan már a szabálymagyarázó videóban is említettem, kifejezetten szerettem volna többet foglalkozni ezzel a játékkal itt a csatornán, és ebben a is partner volt, köszönöm szépen nekik. A webshopjukban elérhető a Marvel Champions alapjáték, illetve számos kiegészítő, és mivel nagyon-nagyon sok kiegészítő jelent már meg ez a játékhoz, nem célom, hogy mindegyiket bemutassam, Viszont három kiegészítő típus van, és ezekről beszélnék egy kicsit. És azért fontos megjegyeznem, hogy az alapdoboz önmagában elég komoly újrajátszatósággal rendelkezik, úgyhogy nem muszáj azonnal kiegészítőkkel kezdeni. Nagyon sok játék alkalmat bele lehet pakolni csak az alapdobozba. Ha pedig valaki annyira beleszerelmesedik a játékba, hogy kiegészítőkön gondolkodik, akkor remélhetőleg segítségére lesz ez a videó. Alapjáraton egyébként az a legegyszerűbb koncepció, hogy amennyiben valamelyik hős kifejezetten szimpatikus a számunkra, akkor az ahhoz tartozó hőspaklit veszük meg. Itt most három ilyen hőspaklit készítettem elő. Ezek gyakorlatilag fixen 60 kártyás paklik, amelyben mindig van egy előre összeállított pakli a nevezett hős számára, és mindig vannak olyan kártyák is benne, amelyeket bármelyik másik hőssel is lehet használni. Ez tehát az egyik kiegészítő típus a hőspaklik. Vannak a szcenárió paklik, ezekben újabb ellenfeleket találunk, és a gonoszokhoz kapcsolódóan mini paklikat, amikkel meg lehet fűszerezni más gonoszok előkészületeit, lehetőségeit. Ezek a nagy dobozos kiegészítők pedig kombináltan hősöket és gonoszokat egyaránt tartalmaznak. Kezdem a hős paklikkal, ezeknek hasonló felépítésük, azaz egy ilyen dobozban van egy rövid leírás, ez tényleg csak egy rövid kis ismertető az adott karakterről, a másik oldalon pedig egy ilyen gyakorlatilag póster látható. Itt van maga a hős, az alter -ja, és természetesen fixen hőshöz tartozó kártyák vannak benne, 15 darab. És ahogy említettem, van egy előre összeállított pakli benne, Hulk esetében aggression kártyák tartoznak hozzá. Vannak basic kártyák, itt van háknak az obligation kártyája, illetve az 5 nemesis kártya. És van egy ilyen stop felirat, azt mondja, hogy eddig tartott Hulknak az előre előkészített paklija, Ezek a kártyák, amik ezután következnek, gyakorlatilag szabadon felhasználhatók bármelyik hősnél. A másik oldalon itt van Hulk pakliához a teljes lista, hogy mit tartalmaz a Hulk előre összeállított pakli. És például Hulk pakliában van három Justice kártya, három Leadership kártya, három protection kártya és három újabb basic kártya. Így épül fel tehát egy ilyen 60 kártyás hőspakli kiegészítő. Ez egyben azt is jelenti, hogy amint kimondjuk a kiegészítőt, azonnal játszhatunk is az adott hőssel, az előre szállított paklival. Röviden megmutatom Amerika kapitány pakliát is. Ugyanígy egy nagyon rövid leírás, egy póster, és itt van Steve Rogers, azaz Amerika kapitánya. 15 saját kártya. Ő leadership kártyákat kap. Természetesen neki is vannak basic kártyái. Obligation kártyája, Nemesis kártyái, és itt is látható van egy ilyen stop kártya, aminek a másik oldalán ott van a teljes lista a pakliáról. Kapunk három újabb Aggression kártyát, három Justice kártyát, három Protection kártyát és három új Basic kártyát. És Thor esetében is hasonló a helyzet. Rövid leírás, egy poster, ime Thor alter egoja és hősformája. Ezek a saját kártyái. ő is aggression kártyákat kapott. A basic kártyái az Obligation kártyája, a Nemesis kártyái és a Stop felirat a másik oldalon a kártyalistával és kapunk még három Justice kártyát, három Leadership kártyát, három Protection kártyát, és három Basic kártyát. Fontos, hogy igazából csak a 15 alap karakterhez tartozó kártyát nem tudjuk más pakliban használni. Az összes többi kártya, ami az előre összeállított pakliban van, használható bárki mással is. A paklépítés szabályait figyelembe véve az új kártyákat használhatjuk. Így nem feltétlenül csak egy-egy hős paklit kapunk, hanem a többi hőshöz is használhatók ezek a pluszkártyák. És igen, ezekben az előre összeállított paklikban vannak olyan kártyák, amelyek az alapdobozban is benne vannak, aki képben van egy kicsit az alapdoboz tartalmával, láthatta az áttörgetés során, hogy vannak ismerős kártyák. Szóval azért fontosnak érzem megjegyezni, hogy nem minden egyes kártya vadonatúj. A következő kiegészítő típus ez a szenárió pakli. Ezeket is röviden bemutatom. A The Wrecking Crew szenárió pakliban nincs plakát, de egy icipicit hosszabb szabályleírás van, ugyanis speciális előkészületekre van szükség, és érdekessége, hogy ebben négy gonosz is lesz. Agyan a kártyák hátulja alapján is látszik, ebben a kiegészítőben nincs játékos kártya, viszont kapunk egy új forgatókönyvet, ahol ezzel a négy gonoszsal kell megküzdeni. Van nekik A és B változatuk, a könnyebb és nehezebb módhoz. És minden gonosznak saját paklia van, lehet látni a szín, illetve az alsó felirat alapján. A The Once and Future Kang szenárió pakliban szintén van egy kis szabályleírás, hogy hogyan kell előkészíteni a játékot és milyen plusz új szabályok vannak. Újabb kulcsszavak is megjelennek, és érdekessége, hogy a gonosz elkülöníti a játékosokat térben és időben, így egyéni játékterek alakulnak ki, egyéni tervekkel, megoldandó feladatokkal. Ha pedig valakinek sikerül a saját helyszínén, a saját idejében legyőzni a gonosz utolsó szintjét, akkor csatlakozhat egy másik játékoshoz az ő szintjén. A The Hood kiegészítőben pedig szintén van szabályleírás. Ebben van két új alternatív szett, egy standard kettő és egy haladó kettő. Tehát, ha szeretnénk módosítani a standard encounter kártyákon, akkor használjuk azokat, amik itt vannak ebben a pakliban. Az előkészületek során lehetőség van moduláris szetteket használni, és van itt egy felsorolás, hogy nehézségi szint alapján hogy működnek a különböző szettek. 7 moduláris szetre lesz szükség, és például a könnyű szint esetén 1 7-ig kell használni őket, közepes nehézségi szintnél 2 8-ig, nehéznél pedig 3-tól 9-ig és a különböző modulári szettek másképpen működnek, ezek eléggé megfűszerezik a játékot. Ezek a szenárió kiegészítők tehát a már meglévő hőseinkhez kínálnak újabb kihívásokat, újabb ellenfeleket, és ahogyan a hősöknél is igaz, izgalmas, hogy a gonoszok is másképpen működnek, azaz minden egyes ilyen szenárió, minden kis módosítás csavar egyet a játékon. A nagydobozos kiegészítők esetében pedig minden esetben egy terjedelmesebb, szabályfizettel találkozunk. És ahogy említettem, ezek a nagy dobozos kiegészítők komplexebbek. Kapunk kapásból kettő előre összeállított hőst. A The Rise of the Red Skull esetében az egyik hókáj. Ezeknek a pakliknak gyakorlatilag olyan a felépítése, mint az összes többinek, tehát vannak saját kártyák, van ebben esetben leadership kártyakészlet, vannak basic kártyák, és akkor van az obligation és a nemesis kártyák. Ő tehát az egyik új hős, a másik hős pedig Spider-Woman, és a dobozban van öt új gonosz, Crossbones, Absorbing Man, Taskmaster, Zola és Red Skull. Természetesen minden gonosznak van saját készlete, ráadásul lehet kampányban is játszani az egészet, tehát egymás után fűzve a szenáriókat, egymás után lehet megküzdeni a különböző gonoszokkal, gyakorlatilag egy történetet végigjátszva. A kampányhoz tartoznak külön kártyák, és nehezebb szett is van hozzá. A szabálykönyv végén pedig van egy ilyen kampánylog, ide beletírni a következő játszmák állását. És bár a tartalomhoz képest kicsit nagynak tűnik a doboz, de ez rendes doboz, tehát nem csak ilyen szállító doboz, hanem ebben lehet tárolni a játékelemeket, úgyhogy több Kicsi kiegészítő is belefér egy-egy ilyen dobozba. A következő doboz, amit egy kicsit nem nektek, ez a The Mad Titans Shadow. Itt is egy vaskosabb szabálykönyv vár minket. Ebben a kiegészítőben is van kettő előre Hős hőspakli, az egyik Spectrum, a másik pedig Eden Warlock. És itt is számos gonosszal kell szembenézni. Itt van Ebony Move, Corvus Glaive, illetve Proxima Midnight, Thanos, Héla és Loki. És itt is igaz, hogy kampányszerűen vég lehet menni az összes gonoszon. Egymás után végigjátszva a különböző szenáriókat, mindegyikhez külön forgatókönyv, mindegyikhez külön szabály, előkészület tartozik. És így tulajdonképpen egy történetet játszunk végig. Ez is tartozik egy ilyen kampánylog. Itt kell feljegyezni a különböző játszmák állását. És végül ebben a videóban a Sinister Motives tartalmát mutatom meg egy kicsit. Ebben a kiegészítőben is kapunk kettő előre összeállított hőspaklit. Az egyik Gwen Stacy, azaz Ghost Spider. A másik pedig Morales, Spider-Man. Számos gonoszra nézhetünk szembe itt is. Itt van Sandman, Venom, Mysterio, a Sinister Six esetében Dr. Octopus, Electro, Hobgoblin, Craven the Hunter, Scorpion és Vulture. Végezetül itt van Venom Goblin is. Sok-sok külön moduláris szett, illetve kampányhoz tartozó kártya található ebben a kiegészítőben. És a korábbiakhoz hasonlóan itt is egy kampányt játszhatunk végig, lépésről lépésre, egy történetet végigjátszva, és itt is van egy ilyen kampánylog, Ebbe kell jegyzetelni a játékok során. Összességében elmondható, hogy bár ezek a nagy dobozok drágábbak, de árérték arányban igazából jobbak mint a kispaklik. Tehát ha csak az a szempont, hogy adott összegért, hol kapunk több tartalmat, akkor ilyen szempontból egyértelműen a nagy dobozok jobban megérik. De persze számos fontos és népszerű karakter csak ilyen kis pakliban érhető el. Így ha valaki kifejezetten egy-egy ilyen hősre vágyik, akkor így tud hozzájutni. Ezek a szenárió paklik pedig leginkább akkor érdekesek, ha valaki nem a hős arzenáját akarja bővíteni, hanem a meglévő hőseivel újabb kihívásokra vágyik. Ami szerintem kifejezetten izgalmas úgy összességében, hogy a különböző hősöknek, különböző gonoszoknak megvan a saját karaktere, a saját működési logikája, a kártyáik tematikusak, a hősök gonoszok képességeihez, lehetőségeihez kapcsolódnak, így komoly változatosságot biztosítanak. Bízom benne, hogy akit jobban érdekel a Marvel Champions világa, annak hasznos volt ez a videó. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok! Örülök, hogy erre jártál és megnézted ezt a videót. Amennyiben érdekesnek, értékesnek, hasznosak ítéled meg, megköszönöm, ha lájkolod, megosztod, és feliratkozol a csatornára. Ha pedig támogatni szeretnél, a Patreon oldalon, a csatornatagsággal vagy szuper megteheted. Ezeket mind megtalálod a videó alatti sávban, vagy a videó leírásában.